Így néz majd ki a Duna felől a felújított Karmelita kolostor, a szökőkút fölött az Orbán Viktor miniszterelnök dolgozó szobájához kapcsolódó erkéllyel. A látványterveket tegnap mutatták be az első kerületi önkormányzat testületi ülésén, amelyen az átalakítást tervező építész és Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett. Az építész azt mondta, bár a Karmelita kolostor dunai oldalán sosem volt erkély, ez jár. Tény, hogy az ember végignéz az összes dunaparti palotán, akár a polgári város részben, akár a Szentgyörgyi vidékén, mindenütt ott van az a terasz, nincs építész, aki ne használná ki, hogy a belletársam az első emeleten a Piano Nobile, nem tudom, hogy mondjam, ne lehessen kilépni legalábbis, azt mondani egy baráti ország miniszterelnökének, hogy nézzetek, ilyen gyönyörű Budapest. Ez jár, és ezt kell, meg kell csinálni, természetesen egy történeti köntösben, de azért ez egy kortárs erkély. A Dunapart budai látképe a világörökség része. Korábban az UNESCO azt közölte, a kormány a felújításról tájékoztatta őket, de a részletekről, így az erkélyről nem szóltak. A nemzetközi szervezet szerint bizottság vizsgálhatja majd, hogy sérti-e a világörökségi szabályokat az épület átalakítása. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter a kerület testületi ülésén azt mondta, folyamatosan egyeztetnek az UNESCO-val, és a szervezet pozitívan áll a felújításhoz. Megkerestük az UNESCO-t is, de adásunkig nem válaszoltak. A Párbeszéd Magyarországért kerületi képviselője a várban lakókért aggódott. Szerinte nem tudnak majd parkolni, mert a minisztériumok miatt annyi autó lesz a területen, és a nagy forgalom az egészségükre is káros lesz. A bűnös dolog az, hogy ingyenes és korlátozás nélküli parkolási engedélyt adtunk most a minisztériumoknak, és ide fognak jönni a minisztériumi dolgozók és látogatók, és ingyen fognak parkolni. És ide fognak jönni az ő barátaik, a luxus értelmekben enni, inni, jót mulatni, és itt fognak parkolni. Lázár János azt válaszolta, megoldást keresnek majd arra, hogy ne növekedjen a forgalom a várban. Ez egy konkrét kérdés, és szintén együttműködés lehet, hogy a budavári önkormányzat fontosnak tartja, hogy a esetleges kormányzati várakörtözésnek a közlekedésre általános következménye ne legyen, a hírkerülők elnézését az állam oldja meg, mielőtt az állam közlekedési funkciókban állját megnöveli. A Karmelita kolostor felújítására 14 milliárd forintot költenek, az építkezést a tervek szerint jövő novemberben fejezik be.